Miskolcon felszámoltak egy lakótelepet, és az ott élőket onnan beköltöztették a lakosokat erre a lakótelepre. Ez az úgynevezett fészekrakó program keretében folyt, és a fészekrakó programnak a sajátossága az volt, hogy önrész nélkül állami kötelezettségvállalással lehetett átköltöztetni az embereket. A Miskolci Szocialista Önkormányzatnak egy elévülhetetlen bűne az, hogy 2005 és 2010 között, még 2010-ben is zajlott ez a folyamat. Az emberek egy olyan közösségbe kerültek, amelyik közösségben korábban soha nem éltek olyan feltételek közé. Én ezeket az embereket nem tudom elítélni. Illetve abban a formában nem tudom elítélni, hogy ők a más millióhoz, mivel más millióhoz szoktak, ő számukra, ami más emberek számára elfogadhatatlan, az ő számukra természetes volt. A társasházaknál fizetési kötelezettség van a közszolgáltatások vonatkozásában és számos egyéb vonatkozásban is. Egyes társasházak eladósodtak, több millió forintos hátralékot halmoztak föl, számtalan olyan jellegű programot indítottunk, amelyiket egyházzal közösen, vagy attól függetlenül, de mindenféleképpen a szocializáció vonatkozásában, tehát olyan embereknek a szocializációja vonatkozásában, akik nem akartak beilleszkedni ebbe a közösségbe. Természetesen ezek után elindult egy olyan program, amit mi úgy hívunk, hogy reszocializációs program, hogy aki ebbe a környezetbe nem tud beilleszkedni, az egy másik környezetbe újra szocializálódni tudjon. Ez egy hosszú, nehéz program. Azon felül bűnözők keveredtek oda. Én elhatároztam, hogyha ezt bélyekként hordja magán az Avas Dél-Miskolcon, mivel ez egy felvett név, nem hivatalos név. Én megváltoztatom. Ez Szentgyörgyhegy volt valamikor. Arra épült ez a lakótelep, és átalakítom, hogy a név is más legyen, Szentgyörgy, Miskolc-Szentgyörgy városrészé. 2005-től 2010-ig a szocialista önkormányzatnak a bűne, hogy milyen mértékben azt majd a bíróság kideríti, hogy olyan emberek kerültek oda fel, akiknek a beilleszkedése azon a területen lehetetlen volt. Hogy a különböző politikai pártok és a demokratikus koalíció, a Jobbik, a bennük tobzódó és felhalmozódó politikai gyűlöletet, azt ne ezen a lakótelepen éljék ki. Ne ezeknek az embereknek a nyugalmát borzolják föl, és ne próbáljanak ebből politikai hasznot kovácsolni. Mert az ilyen jellegű megnyilvánulások, amelyiknek a kihatása a lokális helyzetre nulla, értékelhetetlen, országosan olyan hatást keltenek, minthogyha ők egy valamilyen fajta problémára felhívnák a figyelmet, amelyet a szocialisták hoztak létre, a demokratikus koalíció, Horváth Aladár és a Jobbik pedig erkölcstelen módon kihasznál. Ezzel a leghatározottabban tiltakozom.